Nos hát, sziasztok srácok, köszöntelek titeket egy újabb videóban, ez itt a Trainspot Hungary. És a mai videóban utazni fogunk, méghozzá nem is akármilyen távon, és nem is akármilyen vonattal, ugyanis pár hete rászántam magamat arra, hogy végigutazzuk a nyíregyházi sebes 270 kilométerét és 3 óra 51 percét. Nos akkor, a nyíregyházi sebes. Érdekessége, hogy Cegléd után minden bokorban megáll, kivéve Apafán, Cegléd és a Nyugati között pedig gyors vonatként funkcionál. Továbbá ezeken a vonatokon mindenféle színű, szagú és állagú kocsi megtalálható, a fékporos fecskétől az osztrák Schlieren kocsiig, mi egyébként pont az utóbbit fogtuk ki. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a Schlieren nem alkalmas hosszú távra, nemhogy egy 4 órás útra. Jó, mondjuk az is igaz, hogy kevés olyan őrült van, mint én, aki egy IC helyett inkább egy sebest választ 270 km-re. Az indexképben szereplő képet a Ceglédi Deltából köszönöm sokadjára Batta Martin barátomnak, az Insta linkje természetesen a leírásban megtalálható lesz. A teljes távon egyébként összesen 23 megállási hely van, ami rengeteg, de így legalább egy tartalmas videót tudok nektek hozni. Szóval, hogyha érdekel a videó tartalma, akkor tartsatok velem, és kezdjünk minden Budapest nyugati pályaudvaron. Thank you.
Nos, én ennyi lettem volna mára, hogyha tetszett, amit láttál, mindenképpen iratkozz fel, és fussunk össze legközelebb is. Ez itt a Trainspot Hungary volt. Sziasztok!